Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mostani beszélgető vendégem, vagy hát mi vagyunk az ő vendége itt a Harmadik Színházban, Tamás Éva játéktára, frontembere, színésznő, énekesnő, és még csomó mindenféleképpen be tudnálak mutatni. Szervusz, üdvözöllek! Szia! Azért ülünk itt, egyrészt, mert hogy ugye jubileumot éltek meg idén a Tamás Éva játéktárával, de mielőtt rátérnénk erre a kis jubileumra, azért beszélgessünk arról az útról, ami idáig vezetett. Mert hát ugye nagyon, nagyon sok oldalú személyiség vagy te. Kezdjük talán mondjuk a színház részével, hogy mikor találkoztál te a színházzal, és mi volt az első színházi élményed? Hűha! Ha azt kéne megmondanom, hogy mi volt az első színházi előadás, ami hatott rám, akkor azért bajban lennék. De arra emlékszem, hogy édesapám trombita művész, és ő nagyon sokat játszott akkori zenés darabokban, és már gyerekként a Tettyei szabadtéri színpadon, illetve a Káptalan utcában nagyon sok előadást láttam, és mindegyiket sokszor. Eléggé szerettem színházba járni. De akkor mondjuk ez még nem fogalmazódott meg bennem, hogy vonzódnék ehhez a műfajhoz komolyabban, csak élveztem inkább. És azért látszott rajtam, hogy valami így nem stimmel, tehát valami visz erre az útra, mert ha visszanézem a gyerekkori fényképeimet, akkor állandóan mikrofon van a kezemben, hol egy sprésdoboz, hol bármi, vagy az a rengeteg vers, amit írogattam és állandóan tanultam, mintha muszáj lenne, pedig nem volt az. És igazából a középiskola második osztályában volt az, amikor apukám mondta, hogy hát szerinte, hogyha ezek azért engem ennyire érdekelnek, meg táncolni is jártam, szóval sok mindent csináltam, ami azért köthető a színpadhoz, hogy mi lenne, ha megpróbálnám ezt. És az Arma színjátszókör, ami akkor a FEG-ben működött, akkor oda betettem a lábamat, és azt hiszem, hogy abban a pillanatban eldőlt ez a kérdés, hogy éppen próbáltak egy előadást Moravec Levente vezetésével, és akkor így, nem tudom, akkor beszippantott. És aztán ez az út hogyan folytatódott? Te utána felvételiztél, hogy ezt tanuljad, vagy egyből színházakba kerültél, vagy hogyan? Hát azért ez ugye nem annyira egyszerű út. Hosszú, vagy elég nehéz ezt a ranglétrát végigjárni, különösen, hogyha az ember nem jár főiskolára. Én akkor a kereskedelmi szakközépiskolába jártam éppen, amit megelőzött egy kis vita az édesanyámmal, mert hogy én már a művészetébe szerettem volna menni balettra. De akkor úgy gondolta, hogy azért ez a kis művész hóbort nálam még el fog múlni, és azt mondta, hogy tessék egy rendes szakmát megtanulni. És akkor elmentem a kereskedelmbe, amit rettenetesen nem szerettem. Szégyen nem szégyen ezt bevallani, de az egy komoly szenvedés volt nekem az a 4 év, eltekintve a remek osztálytársaimtól, meg osztályfőnökömtől, meg csapattól. De maga az, amit ott tanultam, azt tudtam, hogy az nem az enyém. És akkor ugye másodikban elkezdtem az Armát, és negyedikben ott a Tom Sawyer volt az első bemutatónk, Dicsendi Attila a rendezésében, és ott ismerkedtem meg Pásztor Edinával, Rizsikalival, Németh Jancsival, akik azért nagyon nagy hatással voltak rám. És amikor negyedikes voltam, akkor volt felvételi a Pécsi Nemzeti Színház stúdiójába, ahova fel is vettek rögtön. Ugyan a főiskolára éveken át felvételiztem, tehát próbálkoztam vele, az nem sikerült. Itt voltam 2 évet, 2 évadot, és közben felvettek Zalaegerszegre a Nádasdy Kálmán Színészképző stúdióba, ami ugye ott a Hevesi Sándor Színházban működött, és több pécsivel együtt, akár László Csabival, osztálytársak is lettünk Zalaegerszegen, és akkor ott töltöttem 2,5 évadot. Majd a vizsga előtt Csiszár Imre idehívott egy szerepre Pécsre, és akkor ide is szerződtem. És ott voltam 2,5 évig a Pécsi Nemzeti Színházban, ami egy elég mozgalmas időszak volt, mert nagyon-nagyon sok bemutatóm volt, nagyon-nagyon sok szép szerepem, és fantasztikus emberekkel dolgozhattam együtt, Gálfi Lacival, Jordán Tamással, Mécs Károllyal, tehát egy csomó olyan élményem volt, amiért megérte, de ugyanakkor azt éreztem, hogy nem elég. Vagy bizonyos szempontból túl sok, bizonyos szempontból kevés, mert nagyon zártnak éreztem, vagy szűk volt számomra, hogy csak a színház. Nem elégített ki az, hogy te színésznő vagy? Nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, de úgy éreztem, hogy ennél én többet szeretnék. Több kapcsolatot a világgal.
az emberekkel, vagy közelebbi kapcsolatot talán így tudnék fogalmazni. És én már közben is tanultam, én akkor elkezdtem gyógypedagógiát tanulni, mert ez nagyon érdekelt. És 2000-ben ugye el is jöttem a Pécsi Nemzeti Színháztól, és tulajdonképpen azóta vagyok szabadúszó, 17 éve. De hát volt egy biztos állásod. Hát miért mondja azt az ember, hogy hát akkor ezt feladom, és inkább szabadúszó leszek, és megpróbálok a saját lábamon ezen a pályán megélni, vagy lehetőséget találni? Biztos állás szerintem nincs. Különösen nem a színházban. Tehát azért ez nem csak az én döntésem volt, hogy onnan eljöttem, hanem ez Balikó Tamás döntése is volt, ami számomra azért volt nagyon meglepő pont abban az évadban, mert rettenetesen sok bemutatón volt, elképesztően sok eladásom, és én azt gondoltam, hogy ez biztos nem az az évad lesz, amikor innen elmegyek. Uh-huh. Akkorra kezdtem egyáltalán mondjuk beilleszkedni a társulatba. De azt hiszem, hogy nem volt ez véletlen, mert közben meg ugye kacsingattam másfelé, és volt is Tamással emiatt nézeteltérésünk, mert ő nem nagyon értette, hogy miért van nekem arra szükségem, hogy tanuljak, vagy... Szóval így nem igazán értettünk egyet elég sok dologban, és akkor talán ez volt a legjobb döntés, bár nagyon megijedtem. Tehát azért ott volt egy néhány hét, amíg eléggé kétségbe voltam esve, hogy úristen, most hogyan tovább. Viszont hála Istennek valahogy úgy vagyok összerakva, hogy egyrészt nem síratom sokáig magam, hogyha baj van, másrészt elég hamar születnek új ötletek, vagy elképzelések, hogy mit is kéne kezdeni magammal. Ugye akkor még tartott az évad, következő évadban is még visszahívott vendégként, akkor már nagyon sokat játszottam a harmadik színházban, a Szappan Operától elkezdve akkor egy csomó mese is volt, tehát nem voltam munkanélkül egy pillanatig se, azt nem lehet mondani. Inkább az volt ijesztő, hogy most hogy fog megélni, hogy nincs fix fizetésem, mert nem volt az annyira magas fizetés, hogy abból önmagában meg lehetett volna élni. És akkor elkezdtem gondolkodni, de nagyon hamar hívtak akkor rádióba, akkor azt is próbálgattam kicsit a szárnyaimat. Hát meg miért tévéztél is? És pillanatok alatt bekerültem a Magyar Televízió körzeti stúdiójába, rá egy fél évre, tehát ősszel már ott dolgoztam, ami egy gyönyörű szép élmény volt számomra. Pillanatok alatt így bekerültem a mély vízbe, egyrészt választások előtt voltunk, úgyhogy nekem muszáj volt a híradót is egyáltalán megismernem a politikai életet, amivel azelőtt soha nem foglalkoztam, nem is érdekelt, és mai napig nem nagyon érdekel. De akkor muszáj volt, és nagyon hamar bekerültem a Feketén-Fehéren magazin műsorban, mint szerkesztő és mint műsorvezető. Tehát nem állt tőlem igazán távol, és a Sorstársak műsor, ami meg kifejezetten ugye fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozott, ami meg a szívügyem volt mindig is. Uh-huh. És ott volt egy 5 csodálatos évem, közben elkezdtem a gyógyped főiskolát, hogy akkor már, ha ilyen műsort vezetek, akkor, vagy szerkeztek, akkor aztán tényleg benne legyek, és okos anyagokat csináljak, vagy informatív anyagokat, és hogy nagyon sok hibás kifejezés, meg információ hangzott el abban az időben a fogyatékossággal élő emberekről, és akkor én nagyon fontosnak tartottam, hogy tudjam azt, hogy miről beszélek. Igen. És ez egy nagyon-nagyon gyorsan fölfelé ívelő pálya volt, hogyha azt nézem, mert minden évben hoztam el sajtódíjat, amíg ott voltam. Ami azt hiszem, hogy annak köszönhető, hogy én nem pusztán tévés szemmel, hanem én művész szemmel készítettem a filmeket. Nekem volt egy kép a fejemben, amit szeretnék elmondani, vagy egy üzenet, és erre próbáltam felépíteni az összes portréfilmet, amit leginkább portréfilmeket készítettem, ami egészen odáig elment, hogy az Athéni Paralimpián is forgattam Pásztori Dórival a 2004-ben, amikor az második aranyérmét nyerte, és ezzel a Budapest Bridge, egy nemzetközi filmfesztiválról is több díjat elhoztam. Úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerélmény volt, és elképesztően hálás vagyok az ottani kollégáknak, Velkovics Vinnek, Gyukit Pistinek, akik pillanatok alatt belém verték egyrészt a szakmának a leglényegesebb pontjait, és a másrészt pedig nagyon megerősödtem a tévében, én azt hiszem. Uh-huh. Én nagyon-nagyon kis szép lelkű, ilyen kis gyenge leány voltam sok szempontból, és nem veszekedtem, vagy nem biztos, hogy harcoltam, hanem inkább elsírtam magam, hogyha valami rossz érintett, és a tévében erre nem volt lehetőség. Tehát ott uh-huh. kőkeménynek kellett lenni.
És ők ezt nekem megtanították. Tehát az önbizalmam, hogy ez ne csak belül legyen, hanem kifelé is egy kicsit meg tudjak mutatni belőle, én azt hiszem, hogy ez a tévés időszak alatt alakult ki. Úgyhogy ezért is hálás vagyok, meg azért a rengeteg emberért is, és információira, amit ott megtanultam, vagy megismertem. És ezt miért hagytad ott? Nagyon egyszerű oka van, mert kisbabát vártam. Ja. Ez a 2006-ban, akkor ott is átszervezések, meg változások voltak, és nekem pont akkor már ott volt az Annám a pocakomban, és akkor ez így szerintem így rátette az íre a pontot. Uh-huh. De az egy nagyon-nagyon szép öt év volt, nagyon hálásan gondolok rá vissza. De azzal együtt elindult ugye a Tamás Éva játéktára is. Így ugye van, hát lassan, vagy hát most lesz 10 éves a kislányom. Most lesz 11 lesz már a kislányom, igen. Mert ugye az egy éves születésnapjára született meg az első műsor 2007-ben. Igazából nem volt idegen, hiszen egyrészt a gyerekszínház, rengeteg gyerekszínházi produkcióval játszottam előtte is, másrészt meg volt már gyerekműsorom, de 97-ben kezdtem én el gyerekműsorozni a Kossi Maralacival, és nekem már elég régóta volt az a fejemben, hogy szeretnék valami önállót, ami az én zenei ízlésemnek megfelel, ami olyan versek, ami nekem tetszik, és akkor volt egy ilyen lélegzetvételnyi szünet bizonyos szempontból, mert előtte azért 16-18 órákat dolgoztam, hiszen tévészínház, főiskola, mindent egyszerre csináltam. És akkor egyszer csak így meg kellett állni, mert a baba azt mondta, hogy hello, érkezem, picit fogjál vissza, és akkor volt időm ezt így átgondolni, hogy azt hiszem eljött a pillanat, és nagyon-nagyon egyszerű volt tulajdonképpen, hiszen az első perctől énekeltem, mondókáztam, verseket mondtam neki, és az első műsor szinte magától állt össze. Egyszer csak úgy azt éreztem, hogy kész. És ugye ott voltak a barátok, a Bogárdi Alíz, vagy a Babarci Bucs, akiknek csak azt mondtam, hogy ebből csináljunk dalt. És pillanatok alatt megszületett az első műsor, aminek itt volt a bemutatója a Pécsi Harmadik Színházban. Ennek a 10 évnek mik voltak a legszebb pillanatai számodra, vagy hogy most lehet, hogy nehezett kérdezni, mert 10 év elég sok idő, és hogy azért elég sok legszebb pillanat volt benne. Mert hogy, hát igen, szóval gyerekekkel dolgozni amúgy is mindig újabb és újabb meglepetések, de hogy volt-e ilyen, vagy? Hát azt hiszem, hogy az első pár év az arról szólt, hogy legyen ehhez önbizalmam. Tehát, hogy oké, hogy én ezt kitaláltam, meg elneveztem valahogy, hogy Tamás Éva játéktára, de ugye ez egy önálló produkcióként indult. Én álmomban se gondoltam, hogy majd én ehhez az én hitemmel és lelkesedésemmel meg tudok arról győzni embereket, hogy ők álljanak mellém, és egyszer csak egy zenekar legyünk. Ez az első percben még eszembe sem jutott. És tulajdonképpen egy év sem telt el, amikor már élőzenés produkcióval hívtak minket, és akkor így gyorsan felhívtam az Alice, hogy mit csináljunk? Hát mondta, hogy menjünk. És akkor ez csak lett belőle egy zenekar. De az első időszak az még ilyen nagyon olyan félősen indult, hogyan kell szervezni, mit kell csinálni. Tehát ebben nem volt semmiféle tapasztalatom. Tehát minden, amit így a 10 év során megtanultam, azt teljesen magamtól autodidakta módon sajátítottam el. Amitől ugye azért ez nem volt teljesen sima vagy egyszerű út. Viszont mindig azt éreztem a fellépések során, hogy van valami olyan kapcsolat köztem és a gyerekek között, hogy én nem csinálok semmi különöset, és ők mégis jönnek velem. Nem tudom ezt neked a mai napig sem megmagyarázni, hogy miért van így. Sokszor, amikor kitalálunk egy kis dalrészletet, vagy egy előadásba egy pici momentumot, és akkor hogy mondják a fiúk vagy az Alice, hogy ezt így kéne csinálnod, de mondom, ha én így fogom csinálni, akkor gyerek is így fogja csinálni. És hogy ezt nagyon ügyesen át kell gondolni, hogy ne boruljon mondjuk föl a rend, mert azért ezeknek a koncerteknek akkor is nagyon szigorú rendje van, hogy ezt a gyerekek nem érzik. Uh-huh. Ők azért attól még vezetve vannak, és hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy ennyire elfogadnak és szeretnek, én azt érzem. És hát nyilván folyamatosan tanultam, fejlődtem közben, vagy igyekeztem fejlődni, és egyre inkább úgy kitalálni a
dalokat is, tehát a témákat is eleve, meg úgy megírni, ugye egyre több saját dalunk született az évek során, hogy az egy tematikába is beleilljen, illetve hogy a gyerekek számára olyan mozgásformát biztosítsak közbe, amit észre se veszi és megtanul. Ezáltal sokkal könnyebben a szöveget is megtanulja, és sokszor úgy megy haza egy koncertről, hogy 4-5 dalt fúj kívülről, mert egyszer ráragad. Úgyhogy ez az, ami egy nagyon izgalmas útja, és ennek számtalan gyönyörű pillanata volt. Ami most nekem közeli, és egyet biztos kiemelnék, az tavaly Majson volt karácsonykor, ahol az Énekeljünk Együtt programunk egyik dalát, a Karácsony című dalt vittük, és a kb. 150 fős nézőtér, az egészen pici gyerekektől, az idős emberekig, akik ott voltak, kórusban énekelték ezt a dalt, tehát felkészültek arra, hogy mi megyünk, és egy olyan csodálatos élmény volt ott a karácsonyfák között, hogy ott már éneklik, igen. És azért ez többször előfordult most már az ország különböző pontjain is, hogy úgy megyünk oda, hogy már ismerik a dalokat és éneklik. Számomra ez mindenképp sikerélmény, és akármelyik pillanatról beszélek, ez újra és újra egy nagy rácsodálkozás és nagy öröm számomra. Zeneileg egyébként mi az, ami téged inspirál ezekben a dalokban, vagy a saját dalaidban? Igazából én zeneileg rettetesen rábízom magam a többiekre. Uh-huh. Tehát a témák az, amit én szeretek eldönteni, hiszen a műsorokat én rakom össze. Az, hogy hogyan van egy műsor menete, hogy mennyi mozgatós, mennyi pihentetős dal van, vagy most egy tavaszi műsort, vagy egy karácsonyi műsort, hogyan építünk föl, ezt én döntöm el. Többnyire a dalszövegeket is én írom. Illetve előfordul, hogy egy-egy témában, amiben azt gondolom, hogy nem vagyok annyira járatosabban, megkérem mondjuk az Alice-t vagy Petit, ők is szívesen írnak dalszöveget, és akkor ez így megszületik. És utána viszont én nagyon szeretem rájuk bízni azt, hogy zeneileg ők milyen környezetbe rakják. Tehát nyilván, hogyha születik egy adventi, akkor annak van egy hangulata, de ezeket már nem kell elmondani. Uh-huh. Nekik, hogy én ebből mit szeretnék, mert igazából érzik. Vagy hogyha megírok egy épül a hóembert, és akkor az vicces legyen, akkor az vicces lesz. Vagy vidám lesz, vagy mozgásos lesz. Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy össze kellett volna veszni velük, hogy nekem már pedig ez nem tetszik. Meg sokat dolgozunk együtt, tehát összeülünk, együtt dolgozunk. És én nagyon szeretem, ugye az Alice dalai azok, 25 éve a fülemben vannak, és nagyjából tudom, hogy miből mit fog csinálni, de Peti is és Pozsi is nagyon meg tud lepni pozitív értelemben, mert annyira jó dolgokat csinál. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem, amiket csinálnak tényleg. Hát ugye a színház még emellett még mindig itt van az életedben, meg egyéb dolgok. Vagy mi volt az, ami téged mindig mozgatott, hogy ennyi mindent egyszerre csinálni, vagy menedzselni önmagadat, vagy mi az, ami téged vitt előre? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Ez szerintem ilyen született ős energia, ami van bennem, és egyelőre úgy látszik, hogy ki is tart. Meg egy ilyen ősbizalom az emberek felé, hogy ha megkeresnek egy új ötlettel, vagy szeretnének tőlem valamit, akkor biztos, hogy nem utasítok el semmit kapásból. Hanem átgondolom, és ha látok benne fantáziát, hogyha látom azt, amit tudom, hogy 10 évesen is tudtam már, hogy mit szeretnék. Hogy valami fontos, én azt gondoltam, hogy fontos, hogy én itt vagyok, és ezzel valamit kezdeni kell. És már akkor is afelé, hogy mindig is az okozott örömöt, hogyha másoknak örömet tudok szerezni. És egész egyszerűen ez motivál, 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen és 40 fölött is ez motivál, az örömszerzés. És ezt pedig ezekkel a tevékenységekkel bármikor, bárhol el tudom érni. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok szerintem, mert én nem tudok úgy fölkelni egy reggel, hogy Úristen, dolgozom kell. Én még ezt nem értem meg. Bármibe fogtam, akár a tévé, akár a színház, bármi. Én nem emlékszem ilyen pillanatra, hogy fájt volna az, hogy reggeltől estig, mint a mérgezett egér megyek és csinálom. Nagyon élvezem. És büszkés vagyok rá, és örülök is. Szerintem egyre több embernek, vagy egy fiataloknak úgy el kéne ezen gondolkodni, hogy érdemes olyat választani, amit szívesen csinálunk, mert akkor szerintem, amíg az ember él és mozog, addig lehet dolgozni. Akkor minden reggel boldogan kelsz. Mosolyogva ébredek.
Ezt otthon érzik, vagy próbálod mondjuk az otthon teremtésből, ugye egy anyának az is a feladata, hogy otthon teremtsen, vagy az otthon teremtés művészete, hogy ezt a, mondjuk a magánéletedben otthon hogyan hogy viszed át azokat az energiákat, amiket mondjuk a munkád közben igen, kapsz? Igen. Hát a lányom szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint egy gyerek. Hogy ha mondjuk egy ilyen hisztis reggel van, akkor egész egyszer elmegyek az ő szintjére, és addig próbálom az ő agyával felfogni, hogy most mi a helyzet, amíg el nem neveti magát. De nem engedem, hogy úgy menjen el iskolába, hogy nem mosolyog és nem jókedvű. És a párommal is, hogyha véletlenül azt látom, hogy morcos, oké, morcos, elmondhatja, hogy miért morcos, de addig nem hagyom békén, amíg nem látom, hogy már mosolyog. És ha magamon észreveszem, hogy éppen morcos vagyok már 2 órája, akkor magamat sem hagyom addig békén, amíg nem találom meg a mosolyomat, vagy az adott pillanatnak azt a szépségét, aminek lehet örülni. Tehát tessék mindig valamit mindig lehet találni, aminek lehet örülni, akkor is, ha problémák vannak. Nagyon sokáig voltam én olyan, hogy túl sokat idegeskedtem, vagy feszült voltam, amikor jött egy probléma, nem készült el időbe egy lemez, vagy egy borító, vagy megígértek valamit, és az nem készült el, és egész egyszerűen bántotta a lelkemet, meg nem bírom az igazságtalanságot, tényleg nem bírom, vagy hogyha valaki becsap, rettenetesen szenvedek tőle, de akkor is megpróbáltam ezt levetkőzni, hogy nem idegeskedni, mert ez egy probléma, és ezt meg kell oldani, és maga az út az egy izgalmas dolog, ahogy megoldunk egy problémát, és utána pedig sikerélményünk van, ha megoldottuk. És ezt próbálom én a gyerekeimnek is elmagyarázni, hogy nem kell ezen kétségbe esni, hogyha valami probléma van. Kisfiam volt nagyon aranyos, talán már az első héten ment fociedzésre, és benhagyta az iskatesket, és bennmaradt valami, amit ki kellett volna vágni matekra, a kis apró. Annyira sírt, hogy valami elképesztő, teljesen ideges volt, és mondta, hogy kisfiam, ez egy olyan dolog, amit meg lehet oldani. Fölkelünk reggel korán, beviszlek az iskolába korán, és kivágod. Jó? És akkor megoldjuk. De nem fognak beengedni meg, de be fognak engedni. És akkor reggel szépen mosolyogva ezt az utat végigjártuk, engedélyt kértünk az ügyeletes tanítónénitől. Bementünk a terembe, kivagdostuk a pénzeket, ő eldobta a szemetet, beraktuk szépen a borítékba, és lement, és még focizni is volt ideje órakezdését, és ragyogott és mosolygott. És akkor mondtam, na látod, ezt a kis ideges részét, ezt ki lehetett volna hagyni. Nem tudom, hogy ez rájuk ragad-e egyébként, de az, hogy én így próbálom őket vezetni, hogy én így csinálnám, aztán te meg úgy csinálod, ahogy te akarod. Majd meglátjuk, mi lesz belőle. Én azért azt érzem rajtuk, hogy ragadnak dolgok. Hogy ügyesen kommunikálnak, szépen ismerkednek, bizalom van bennük más emberek iránt, tudják magukat jól érezni. Én azt érzem, hogy ott vagyunk helyzetben, és jó nekik. Uh-huh. És szerintem ez a fontos, hogy erre megtanítsuk a gyerekeket, hogy tudjad magad jól érezni. Érezd azt, hogy igen, most nekem jó, én most boldog vagyok, és hogy ezt az állapotot megismert, és törekedjél rá. Hát erre készültek egy nagy eseménnyel a jubileum kapcsán, hogy mindenkinek jó legyen. Igen. Egy délutánnal, egy nagy koncerttel. Hát mi ez konkrétan, mi az, amivel készültek, és mikor már a jubileumra? Ugye a játéktér a 10 év alatt itt nem csak a koncertekről szólt. Néven az a fő profil, hogy interaktív gyerekkoncertjeink vannak, megjönnek a lemezeink, járjuk most már nagyon szépen az országot, sok helyre hívnak. De emellett azért mi nagyon sok saját programot szervezünk már évek óta. Egyrészt ugye a családi napokat, 10 éve ugyanazok a kézműveseink, az arcfestőink. Tehát közösen dolgozunk egy fantasztikus nagy csapatban, és őket szeretnénk elhívni, tehát hogy együtt csinálunk egy ilyen délutánt, ami azt jelenti, hogy ott lesznek velünk a kézművesek, és az Aliz, aki ugye meseórákat szokott tartani, ő tart egy meseórát. Ha minden jól megy, most már úgy tűnik, akkor a Csibés Csabi koncertmeséből megjelenik egy kis mesekönyv, annak lesz a bemutatója. A fiúk egy kicsit a hangszereket ismertetik meg a gyerekekkel, tehát tulajdonképpen az a sokrétű tevékenység, amit a játéktér végez, abból fogunk egy ilyen kis zanzásított délutánt csinálni. Mondjuk ebbe a babakoncert, meg a lépegetős, meg a zeneóvi, meg sok minden nem fér bele, meg a színjátszó, de azért megpróbálunk egy nagyon tartalmas délutánt létrehozni. Én azt gondolom, hogy akikkel mi kezdtünk annak idején, azok már kiskamaszok.
Tehát de valószínűleg ők már nem lesznek ott, de talán a kis testvérek, vagy azok a szülők azóta még születtek babáik, és akkor sok-sok kisgyerek, aki így az elmúlt 10 évünkben megfordult, ők ott lesznek. Különösen azért, mert a bevételét ennek a programnak jótékonysági célra felajánlottuk a Pécsi Szívbeteg Gyermekekért Alapítványnak, és nagyon szeretnénk, hogyha minél szebb összeget adhatnánk át. És az esti koncert egy lemezbemutató is. Így van. Jubileumi albumként egy régóta dédelgetett vágyat valósítottunk meg. Legkedvesebb téli dalaink kerültek albumra, egy adventtől egészen a Betlehemen át karácsonyig egy nagyon szép kis anyag lett, kis anyag, azért mondom, hogy kicsi, mert 10 dal tartalmaz, viszont azok azt gondolom, hogy annyira szépek és annyira méltóak az ünnephez, úgy a karácsonyhoz, mint a mi jubileumunkhoz is, úgyhogy hát már nagyon várom, hogy odaadhassuk a közönségnek és hallják ezeket a dalokat, hiszen szinte csupa új dal található rajta. Milyen ötletek forognak jelenleg a fejedben, mert hogy ugye neked mindig vannak újabb és újabb ötleteid, amiket meg is valósítasz nagyrészt, hogy most mi az, ami esetleg talán most várhatunk majd az elkövetkező évben. Amit én legjobban szeretnék, az az, amit már 2 éve elmeséltünk, és az Állambuborék lemezen már szól róla egy dal, ez a bizonyos játékterház. Uh-huh. Azért szeretném, mert nagyon-nagyon sok a megkeresésünk. A zeneóvis foglalkozásra, a lépegetősre, nagyon szeretném most már a színkört beindítani, de többféle tevékenység van ugye, amiben mi tudunk fejlesztő foglalkozásokat, és ugye nagyon fontos, hogy nem csak épp, hanem sérült gyerekek számára is, és integrált csoportokban is. És az a tapasztalatom, hogy borzasztóan kínlódunk azzal, hogy hol. Most szerencsére a Zsolnay negyed Herkules műhelyében idén kaptunk helyet arra, hogy a lépegetős baba foglalkozást, illetve a zeneóvitot megtartsuk. De ennél, tehát gyakorlatilag ki tudnánk tölteni a napjainkat azzal, hogy a foglalkozásaink menjenek, és amíg nincs erre egy otthon, ahol ezt csinálhatjuk, ahova jöhet az ovis csoport is, vagy jöhet a színjátszó gyerek is, vagy lehet a heti rendszerességű foglalkozásokat választani, addig ez borzasztóan nehéz, mert nem tudjuk az igényeket kielégíteni, és mindannyian egyre, tehát mindenki szeret tanítani. Tulajdonképpen mindenki pedagógus ugye a zenekarban, és ezt egy nagyon fontos útnak találnánk, hogy egész pici kortól mindenféle játékos zenés fejlesztő foglalkozásokat csináljunk, és erre még egyelőre nem találtuk meg a helyet, úgyhogy, de ettől függetlenül én szeretném, hogyha jövő szeptemberben már lenne egy saját helyünk, még ha ez nem is a végleges lesz, de én nagyon szeretnék már olyan helyet találni, ahova hozzánk jöhetnek, és nem mindenhova mi menjünk, mert így kevesebbre jut idő. Úgyhogy a játékterház az mindenképpen egy középtávú, mondjuk így, középtávú cél. És nagyon-nagyon sok az új dalunk. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor vitatkozunk ez, hogy érdemes-e CD-t csinálni. Mert hogy nem tudunk olyan példányszámot eladni belőle, mint a nagy zenekarok. Soha senki nem állt mögöttünk nagy támogatóként, aki azt mondja, hogy egy televíziós csatornára a videoklipünket berakja, vagy semmiféle ilyen segítségünk nincs, és így valóban nagyon nehéz, lépésről lépésre kell haladni. Én mégis azt érzem, és annak a híve vagyok, hogyha csak az a néhány ember, vagy az a néhány száz, aki megveszi, és azzal együtt néhány száz család, ugye, hogyha ők... Ha ő nekik szebbé teszi az estéjüket, akkor érdemes. És azért az csak ott van, az csak megmarad. Én azt gondolnám, hogy szeretnénk jövőre videoklippet is csinálni, szeretnénk mindenképpen az új lemezt is megcsinálni, hiszen összegyűlt már az anyag. Ami meg még előtte megtörténik, az az új honlapunk, ami már igen aktuális, hiszen már elég elavult. Úgyhogy így megajándékozzuk a születésnapon magunkat egy új honlappal, ami hamarosan elkészül. Hát azt hiszem, hogy az időnk végére értünk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál itt a harmadik színházban, és hát további jó munkát, meg további jó jubileumokat, 10 éves jubileumokat még a Tamás Éva játéktárának is. Köszönjük neked meg szépen. Erőt a munkához. Várunk benneteket szeretettel.
Köszönöm a nézőknek is a figyelmet, tartson velünk legközelebb, és viszontlátásra!